Sziasztok! Engem Juhász Zoltánnak hívnak, és a mostani alkalommal ismételjünk meg az úgynevezett végpárnás sínnel, majd azután nézzünk meg néhány kísérletet a rugalmatlan ütközés szemléltetésére. Maga a légpárnás sín nem más, mint egy hosszú-hosszú fémcső, aminek az egyik vége le van zárva, a másik vége nyitott, és egy ilyen jégecsővel tudunk rá csatlakoztatni. Ez a jégecső arra szolgál, hogy az itt látható úgynevezett légbefúvó segítségével nagy mennyiségű levegőt préseljünk ennek a csőnek a belsejébe. A légpárnás sín teteje apró lyukacskákkal van tele, és azon a beprésett levegő nyilván ki fog áramlani. Ha alkalmas testet helyezünk a tetejére, mint például ez az úgynevezett lovas, aminek olyan a kiképzése, hogy jól illeszkedik erre a sínbe, akkor ez a test a kiáramló levegő hatására megemelkedik, és ott fog levegni a sín fölött. Illetve, ha megtudom, akkor szépen ott fog siklani a sín fölött. Pontosan ezt a célt szolgálja maga a légpárnás sín, az úgynevezett súrlódásmentes mozgásokat tudjuk vele megvizsgálni. Na de, nézzük is meg működés közben. Tehát bekapcsolom a légfúvót, és ennek a gombnak a segítségével tudom szabályozni, hogy mennyi levegőt préseljünk bele a cső belsejébe. Ugye elég hangos, majd megpróbálok kiadálni. Tehát már itt a kezemben érzem, hogy állom ki a levegőt. Most egy ilyen papírlapot fölé tartok, akkor lehet látni, hogy szépen levegteti. Úgy. De rá is helyezem az egyik lovast, és nézzük meg a viselkedését. Ha én ezt ide rávetem, és picit megköszöntem, akkor ugye addig megy, amíg meg nem állítom, hiszen a súrlódás lényegében elhangolható, és hogyha hol megötöm, akkor a másik végéről visszaverődve lényegében ugyanazzal a sebességgel érkezik meg, mint amekkorával előtt. Jó, nézzük akkor magát a kísérleteket, a rugalmatlan ütközésben. Picit bekapcsolom, hogy halljuk a hangot. Rugalmatlan ütközésről akkor beszélünk, hogyha két vagy több test úgy ütközik, hogy ütközés után összekapaszkodva, összeragadva egy testként mozognak tovább, illetve fordítva egy test például darabjára esik, akkor is rugalmatlan ütközésről beszélünk. Az ütközés során természetesen az úgynevezett lendület megmondás törvénye teljesül, azaz ütközés előtti és ütközés utáni lendületek vektor összege az állandó marad. Nézzük a felhasznált eszközöket. Hát ugye légpárnás sín, amit az előbb megismertünk, kettő darab lovas. Ezek egyik végén ilyen rugalmas ütköző van, ami arra szolgál, hogy a sín végéhez érdemel koppanni nagyot és vezetkenjen nagyot. Illetve az ütköző felületek, az egyik egy ilyen gyurmás ütköző, a másik pedig egy ilyen tű, ami gyurmás ütközővel behatolva szépen összeragasztja a két testet. Valamint használunk még néhány sót. Na nézzük, az első esetben ráhelyezem az egyik lovast, és a másik lovast neki fogom lökni. A két lovas szépen ki van egyensúlyozva és egyforma tömegű. Nézzük meg, hogy mi történik. Bekapcsolom a légfúvót. A légpárnás sín beállítása elég időigényes, ugyanis teljesen viszontesnek kell lenni, különben a lovasok elkezdenek mozogni, hiszen ha van egy icipici bűvése a légpárnás sínnek, akkor ugye a lejtő irányába elkezd csúszni a lovas. Hát ez szépen látszik, hogy jól ki van egyensúlyozva. Na nézzük akkor, tehát a másik lovas is lényegében ugyanakkor a tömegű. Úgy fogom elindítani, hogy ide meghúzom, így ütközésig, így minden egyes alkalommal ugyanakkor a sebességgel fogom nekirotni a rávót. Mit látunk? Talán szemmel is jól látszik, de ki is lehet mérni, hogy összeragadva a
eredeti sebesség felével halad tovább. Nézzük meg még egyszer. Figyeljük meg az ütközés előtti, illetve ütközés utáni sebességet. Szerintem jól látszik, hogy a sebesség lényegében felhúzódott. Csináljuk azt, hogy az álló lovasnak a tömegét megnöveljük, tehát mind a két oldalra várjuk egy ilyen súlyzót, hogy maradjon a kiegyensúlyozottság, és a tömege ennek hatására körülbelül duplájára fog nőni. Nézzük meg most is. Hát azt látjuk, hogy ütközés után a sebesség kicsit kisebb lesz, mint a becsapódó lovasnak a sebességének a fele. Mi történik, ha ennek a lovasnak a tömegét növelem meg? Sebesség nagyobb lehet, mint a becsapódó lovas sebességének a fele. Természetesen ezeket ki is tudjuk mérni, és minden esetben szépen megtapasztalják azt, hogy ütközés előtt és ütközés után a lendületek összege állandó. Maradjunk még itt egy picit, más egyéb légpárlásimmel végezhető kísérletet fogok bemutatni. Köszönöm szépen, viszontlátásra!